Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai témánk az ifjabb Bocskai Gábor Alapítvány elmúlt esztendeje, illetve a közeljövő tervei. És természetesen beszélgetni fogunk a tehetséggondozó ösztöndíj programról is, hiszen ez kiemelt mindenféle értelemben Székesfehérvár számára, illetve sportvárosként azt hiszem minden résztvevőnek is nagyon fontos, szurkolónak nem különben. Vendégem Bocskai Zsuzsanna. Jó estét kívánok! Szép jó estét, szervusz, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Az imént már említettem, hogy jószerivel napra pontosan egy esztendeje beszélgettünk ugyanerről, november 16-án, és akkor is arra kértelek, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy amikor 2010-ben bejegyezték az alapítványt, akkor nagy szomorúsággal fogalmaztuk meg mindnyájan, hogy miért is jött létre ez az alapítvány. De olyan célokat tűztetek ki, amit azt hiszem, hogy Gábor is onnét fentről támogatna. És a másik pedig, ami nem különben fontos, hogy ezek a célok nagyon is megvalósíthatók, a tehetséget helyezik előtérbe, illetve azokat a intézményeket szerettétek volna támogatni, akik bizony rászorulnak, gondolok itt elsősorban a gyermekotthonokra, a kórházakra és így tovább. Nos, beszéljünk az alapítványról először. Mi szült el gondolatot? Hogyan lehet egy alapítványt úgy létrehozni, hogy azért mögötte ott van a névadó? Azt gondolom, hogy ez volt a legnehezebb. A család és a barátok döntöttek úgy Gábor halála után, hogy az ő hagyatékából elindítunk egy alapítványt, aminek a legfontosabb eleme természetesen a fehérvári jégkorong utánpótlásnak a támogatása, de miután a Gábor is szeretett jó dolgok mellé állni, és halála előtt családilag is támogattuk a Fejér megyei gyermekotthont, így nem volt kérdés, hogy ők is a célközönségünk közé fognak tartozni. Nagyon fontos, hogy kiválasztottátok, tehát a gyermekotthon volt az alapvetés, a kórház pedig nem különben, hiszen ott is olyan gyermekek tanúsíthatják ezt, azt hiszem, hogy a családjuk, szüleik, vagy akik feltétlenül rászorulnak erre. Igen, itt érdekes módon természetesen kapcsolatban állunk a Fejér megyei kórházzal is, tehát hogy a Szent György kórházzal is kapcsolatban állunk, de elsősorban az egyes számú gyermekklinika az, amit még támogatni szoktunk, őket természetesen ritkábban, hiszen az első számú és az elsődleges cél, amit mindenképpen el kell érnünk, és akiket támogatnunk kell, de az egyes számú gyermekklinikát is támogatjuk, ahol bizony a kis jégkorongozók is sajnos elég sűrűn megfordulnak, sőt, vannak akik állandó vendégei sajnos a klinikának. Ugye egy veretes névsor az elnökség, illetve az a vezetőség, akik részt vesznek ebben a munkában. Miként épül fel évközben ez a munka, hiszen meg annyi hétköznapon kell felépíteni ezeket az ünnepeket, a jeles eseményeket? Évközben azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen összetartó családban élhetek, mert a legkisebb gyermekemtől az édesapámig és az édesanyámig, és természetesen a férjemen és a nagyfiamon keresztül mindenki segít. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy nem vállalkozás, hanem ez egy családi segítő szervezet, illetve a jégpálya is egy nagy családnak tekinthető, és ott is vannak rengetegen, akik segítenek ezekben a kampányokban. Az a szellemiség, amit ez az alapítvány képvisel, nyilván visszautalható a Gábor sport jellemére, arra a mindenáron való győzni akarásra, sportszerűségre, ahogy őt megismerhettük pályán és pályán kívül is. Ez miként tanítható? Hogyan lehet figyelni azokra a töpörtjükre, akik elkezdték ezt a játékot, hogy igazából ezt is plántáljátok beléjük? Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz ezt megfigyelni. De az edzőkkel is folyamatosan egyeztetek, illetve miután most már mindkét fiam a jégpályán van, és mindkettő jégkorongozik, így testközelből láthatom az összes gyereket, és láthatom őket személyesen is, tehát nem csak az edzőknek a véleményére tudok adni, hanem mi is figyelemmel tudjuk követni őket. Én mindig azt mondom nekik az alapítványi díjazottak kiválasztásánál, hogy természetesen legyen tehetséges, mert fontos, de nem elsődleges. Sokkal fontosabb, hogy azokat a tulajdonságokat tudja mutatni, és tényleg használja is a szorgalmat, az alázatot, a kitartást,
Persze ez egy kisgyereknél egészen más, hiszen ők még gyerekek, de ugyanúgy tudjon normálisan viselkedni, az iskolában is jól tanuljon. Tehát ezek nagyon fontos tulajdonságok, ezeknek kell megfelelni azoknak a gyerekeknek, akik bekerülhetnek a díjazottak közé. Ugye a jelszó alázat, tisztelet, kitartás, ez nem is változik. Azt hiszem, hogy ez a hármas egység bebizonyította, hogy igenis képesek ezek a kisrácok is e szerint élni, dolgozni, sportolni, ha úgy tetszik. Viszont az U8-U10-U12, amikor a tehetséggondozó ösztöndi programról is beszélünk, ami elsősorban ugye ifjúsági meg junior játékosokhoz szól, viszont a kicsik, ugye a Sapa AV19 kicsiei számára azt hiszem az a legfontosabb, hogy látják test közelből, sőt néha együtt is edzhetnek velük. Pont néhány napja beszélgettem édesapáddal arról, hogy számukra az sokkal többet jelent, mint egy, vagy egy jacky, mint a pénz, vagy éppenséggel, hogy ezek a nagyokkal edzhetnek, láthatják test közelből, megérinthetik őket. Így születnek a legendák egyébként, ami nagyon helyes. Ez egy folyamat? Pontosan, ahogy mondod, ez a célunk. Mondhatjuk azt gondolom, hogy a tehetséggondozó ösztöndi programnak a kapuja az alapítványi díja az U8-tól az U12-ig. Idén azt hiszem, hogy az U14-be is bele fogunk nézni, mert nagyon tehetséges játékosok vannak, tehát ez lehet az előszobája. és nagyon fontos, és tényleg ez volt a célja, hogy nem tárgyakat adunk a gyerekeknek, hanem élményt. Nyilvánvalóan, aki kijár a meccsre, láthatja őket, de mégsem tud vele test közelből találkozni. Nem tud megtanulni tőle egy cselt, egy mozdulatot, vagy egyáltalán csak 10-20-30 percet eltölteni vele együtt a jégen. És érdemes megnézni azoknak a gyerekeknek az arcát, akik ezt a díjat megkapják, és utána a kedvencükkel együtt dolgozhatnak a jégen, hogy micsoda öröm. És én azt gondolom, hogy óriási lendületet adhat ezt neki. Ezt az örömöt édesanyaként is nyilván megérted, és azt hiszem, hogy ez egy felülmúlhatatlan dolog. Akkor beszéljünk most a tehetséggondozó ösztöndi programról. Bár átadták már az idei díjakat, de jó volt nézni azt a fotót, ami bejárta a magyar sajtót is. Ezek vagány srácok nagyon. És látszik, hogy felépültek. Tehát nyitott szem, remek kondíció, mosolygósak, ráadásul rendkívül tehetségesek. Amikor az ösztöndi programot elhatároztátok, akkor gondoltátok volna, hogy egy új nemzedék felnő, akik már döngetik a molligás csapat kapuját? Én azt gondolom, hogy bíztunk benne. Tehát ugyanazt visszük tovább, és én ugye otthon is ezt tanultam, és ezt láttam, ebben nőttem fel, hogy optimisták vagyunk. Egyre több gyerek van az akadémián, az ösztöndi program pedig segítheti az igazán tehetségeseket még nagyobb szintre emelkedni, és még nagyobb célokat elérni. Én se gondoltam volna azt, hogy évről évre ennyi gyerek tud bekapcsolódni a programba, ami azt jelenti, hogy jó munka folyik az akadémián, és a gyerekek is jó munkát végeznek. De én ott a díjkiosztón is azt hangsúlyoztam ki, hogy az edzők, a gyerekek és az akadémia mellett van egy nagyon fontos pillér, a szülő és a család. Mert hogyha ők nem hoznak áldozatokat, és nem hordják egész kicsi kortól, mert ma már 5 éves kortól hordják a gyerekeket, és nem szánnak rá időt, nem adják fel a hétvégéket, síeléseket, nyaralásokat, akkor nagyon nehéz elérni ezeket a célokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt is nagyon jó csapatmunka folyt, és mint alapítvány még büszkébbek vagyunk, hiszen az első díjazottunk Szeles Martin, aki anno még Szuper Levinek a kapustáborába juthatott el, mint díjazott, most már az ösztöndíj programnak az egyik tagja lehetett. Remek csapatról beszéltél. Egy remek csapatot ismertem meg én is, ugye a tavalyi esztendőben, abban a szerencsében volt részem, hogy beszélgethettem a vezetőkkel, tehát Szélig Viktor, Fekti, Kóger, Pista és sok mindenki más mellett vendégem volt Kis Dávid is, akit méltatlanul kevesen ismernek itt Székesfehérváron, illetve hát a magyar jégkorongsportban nyilván, hiszen azért az, hogy az Ébel juniorban, meg a magyar bajnokságban is vitézkednek, szárnyalnak jószerivel, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát azért kérdezem, hogy hogyan építitek fel az utánpótlás edzőket, hiszen nekik is kellően elhivatottnak kell lenniük ahhoz, hogy ilyen eredményesek lehessetek, és ez nem csak a csapatnak, hanem az alapítványnak, illetve az ösztöndi programnak is a javára válik.
Nagyon fontos, azt gondolom, hogy egyre több fiatal edző van, természetesen a rutinra is szükség van, mert az is nagyon fontos, de azért a mostani feltörekvő nemzetéknek a nagy része megfordult Tyler Dietrich keze alatt, ami azt gondolom, hogy tényleg óriási érdem az ő számára, mert az a rendszer, amiben ő dolgozott, amit ő tanított, az ráragadta fiatalokra, és ők ezt a lendületet tovább tudják vinni, és ezt a lendületet tovább tudják adni a gyerekeknek, aminélkül azt gondolom, hogy a magyar jégkorongban, de egyáltalán bárhol a jégkorong sportban nem lehet eredményt elérni enélkül. Szó esett már a szülőkről, tehát róluk is nagyon keveset beszélünk. Én azt gondolom, hogy szülőnek lenni egy ilyen rendkívüli kitartást igénylő sportágban nem kis felelősség. Hogyan tudjátok a szülőket, ha úgy tetszik, segíteni ebben? Én azt gondolom, hogy látják, hogy egy milyen közegbe csöppennek bele. Tehát tényleg családias a közeg. Bár a számok egyre nőnek, és egyre több család van, és egyre több néha ismeretlen arc, mert U10-ben például 70 gyerek játszik jelenleg, ami óriási szám, de látják az elődöket, vannak, akik följebb játszhatnak, ott a szülők befogadják az újszülőket, és azt gondolom, hogy adják át a stafétát, hogy mit és hogyan érdemes és lehet csinálni, és akkor vannak olyan szülők, akik érdeklődőek, kérdeznek másoktól, és ők meg segítenek. A versenyszellem pedig adott nyilvánvaló. Természetesen, hát azt gondolom, hogy anélkül nem lehet előre jutni, főleg amikor már ennyi gyerek jégkorongozik, vagy sportol bármelyik akadémián, vagy bármelyik klubnál, versenyszellem nélkül nem lehet előre jutni, meg anélkül nem is tudnának eredményt elérni. De visszatérve a szülőkre, annyira jó, hogy kérdezted, mert én emlékszem, fiatalabb voltam jóval, és anyu valahogy mindig azt mondta, hogy mindig csak aput meg a Gábort kérdezik, mindig csak a sportolókat. Bezzeg az anyát soha nem kérdezik. És ugye neki dupla oldala volt, mert ő apu mellett is állt, meg a Gábor mellett is állt. És tényleg jogos, és Szaporóban volt jó látni, ahogy szállnak le a játékosok a buszról, és hát ugye akinek ott volt az édesanyja, mindenki hozzá szaladt először. Tehát, hogy óriási szerepe van. És a kicsit odabújni, az felejthetetlen nyilván egy-egy siker után. Viszont a sikerhez kell létesítmény is. Kell, hogy erről beszéljünk, bármennyire is szomorú, hiszen ugye már számtalanszor beszélgetünk, sőt nemrégiben Gáborral megint csak szóba került, nosztalgiáztunk egy sort, hogy mi is volt 40 esztendeje kint a szabadtéren még, amikor Tiber Laciékkal jártunk ki jégkorong meccsre. És hát ugye az hála Istennek teszem hozzá, hogy minden évben születtek ötletek leginkább, hogy miként lehet megújítani a csarnokot, most már azért megvan a terv is, nem csak az ötlet. Ez mennyit segíthet majd később, hiszen így beosztani az időt, jeget, öltözőt, az valami szörnyű lehet. Szerintem óriási segítség volt, hogy megépülhetett a sátraspálya, tehát hogy már 2 jégfelület van, hiszen 350 gyereknél ez rengeteg, tehát óriási igénybevétel van, és ugye vannak még műkorcsolyázók és szinkronkorcsolyázók is a pályán, tehát gyakorlatilag non-stop kihasznált jégfelületek vannak. Én bízom benne, hogy lesz mód arra, hogy tényleg valamilyen úton, módon lesz egy nagyobb stadion, vagy egy nagyobb rendezvénycsarnok, ahova méltó módon tudnak leginkább, azt gondolom, természetesen a játékosoknak is fontos lenne, hogy olyan jégfelületen játszhassák a meccsüket, ami tényleg minden célnak megfelel, és azt gondolom, hogy sehol nem jellemző, hogy a hétvégén, aki a közönség korcsolyázásra látogat ki, ugyanazon a jégen játsszák egy nap múlva a rangadókat. De én optimista vagyok, és bízom benne, hogy tényleg megfelelő helyre kerülhetnek a szurkolók is, mert nekik is van rá igényük, hogy európaibb környezetben látogathassák a mérkőzéseket. Úgyhogy én remélem, hogy ez hamarosan megoldódhat. Arról nem beszélve, hogy bár a szurkoló nagyon igényes Székesfehérváron, és azért látjuk, hogy független attól, hogy kicsit gyengébben szerepel a csapat, azért a 3489 vagy 3486 néző általában kint van, és az lehet 6566 is majd a multifunkcionális szupercsarnokban, ha megérjük, mégpedig miért is ne, hiszen már a közbeszerzési eljárás kellős közepén tartunk. No, akkor viszont még egy kicsit beszélgessünk az alapítványról.
Tehát az alapítvány elsődleges célja a gyermekotthon. Hogyan lehet felmérni azt az igényt, amire a gyermekotthonban élőknek szüksége van? Milyen kapcsolattartás az üdvözítő? Fantasztikus kapcsolatunk van a gyermekotthonnal, a vezetőjével. Folyamatos kapcsolatban vagyunk egész évesben, és ugye most jön a karácsony. Azt gondolom, hogy ilyenkor tényleg szívet melengető, hogy mennyien szeretnének adakozni. Ez látszik az évközi akcióinkból is, hiszen gyermeknapkor és tanévkezdéskor azért alább hagy a lendület. Viszont ilyenkor meg nem tudunk annyi teljesítendő ajándékot adni az angyalainknak, mint amennyi jelentkező van. Tehát a gyermekotthonnal jó a kapcsolat, mindegyik tagintézményükben lakó gyermekeknek a kívánságát tudjuk idén már teljesíteni, tehát a tavalyi 195-höz képest idén 228 gyermeknek fogunk örömet okozni az angyalaink segítségével, és a vezetők és az ott dolgozók begyűjtik az adott otthonokból a kívánságokat. Én ilyenkor megkapom ezt a gyönyörű hosszú Excel táblát, és utána a Facebook oldalon jelentkezőknek ezt egyesével szépen eljutatom, és a részleteket megbeszéljük. Jó, tehát megvan a saját csapatod is. Most, tehát igen, már elindult a gyűjtés, elindult a segítség. Hol lehet ezt a segítséget úgy megismerni, hogyha valakinek kedve támad, akkor hajrá, Ocskai Zsuzsanna. Facebook oldalunk van, azt gondolom, hogy a mai világban az a leggyorsabb forrás, tehát ezért weboldalunk nincsen, azt nem is érdemes keresni, a Facebookon el tudnak minket érni, Ifja Bocskai Gábor Alapítvány néven futunk. Rengetegen jelentkeztek, tehát én se gondoltam valamikor, ugye szó esett arról, hogy beszélgessünk erről is, két nap múlva beteltek a helyek, tehát hogy én mondtam is a vezetőnek a gyermekotthonban, hogy lépésről lépésre, először egy gyermekotthonnak legyenek meg az angyalai következőnek, de nem kellett ilyen értelemben lépésről lépésre haladni, mert tényleg rengeteg angyal úgymond hoppon maradt idén, mert nem tudtunk már kívánságot küldeni nekik. És Angliából, Németországból, Ausztriából, tényleg megdöbbentő, Dániából, rengeteg helyről jelentkeztek. Hát ez így van rendjén, én azt hiszem, hogy ez egy összetartó csapat a tiétek, a Jégkorongos Társadalom, és hát a jó szándékú emberek nem felejtik. Ha már egyértelműen erről beszéltünk, hiszen következik advent, idestova már itt van előttünk, azért a kicsit nézzük meg a másik személyiségedet, az író Ocskai Zsuzsannát. Esztendőről esztendőre megszokhattuk, hogy a központi karácsonyi ünnepségeken egy-egy olyan könyvvel jelentkezel, ami azt hiszem, hogy minden kisgyermeknek megdobogtatta a szívét mindez idáig. Ebben persze Bendegúz is segítségedre volt, de hát az most, az idén mi történik? Idén is kapnak a nagycsoportosok az önkormányzatnak köszönhetően megint könyveket. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő címet, hogy író. Azt gondolom, hogy azért ez némi túlzással bír, de nagyon örülök neki, hogyha így gondolod. Különben nem mondtam. Köszönöm szépen. Úgyhogy idén ugye 4 mese jelent meg eddig, a 4-ből gyakorlatilag vegyesen kapnak a gyerekek, és a terv az, és ez még csak egy terv, úgyhogy olyan sok mindent nem tudok elárulni róla, hogy tavaszra jöhet ki új vagy újabb részek, és Fehérvárhoz kapcsolódik, majd annyit el tudok árulni, hogy velük lesz kapcsolatos, vagy Luizinak, vagy Bécinek a története, ami épp azért érdekes, mert a Bendegúz pont kérdezte, hogy anya, hát mikor jelenik meg a következő könyved, mondtam, hogy ha arra is lesz idem, akkor természetesen. Ezt nem lehet abba hagyni, nyilvánvaló, hiszen érdeklődéssel várjuk. Én magam is egyébként, hiszen beleolvastam egyben, nagyszerű történetek. Igazi, emberi, valóságos 21. századi. Nos, tehát akkor köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, akkor erősítsük meg, hogy az Ifja Bocskai Gábor Alapítvány Facebook oldalán lehet jelentkezni folyamatosan. Maga az esemény mikor történik? Az esemény december 10 és 15-e között történik, akkor fogjuk elvinni személyesen az ajándékokat a gyerekeknek. Egy fontos dátum van, a december 4-e, aznap a jégpályán fogjuk gyűjteni az ajándékokat, de a Facebook oldalon a további átvételi helyeket, vagy átvételi pontokat is jelezni fogjuk, mert hála az égnek jelentkeztek olyan helyek, ahol szívesen átveszik és továbbítják. Elsősorban milyen ajándékokat vártok?
kívánságukat teljesítenek. Tehát pont ez a lényege, tavaly ezt találtam ki, hogy azért az otthonban élő gyerekek természetesen segítik őket, de soha nincs az, hogy a saját kívánságukat kapnak. Tehát tényleg, amire ő vágyik. Így megvan, hogy adott névhez, hány éves, mit szeretne, és pontosan leírja, hogy ő mire vágyik, és az angyal azt teljesíti számára. Van, mert hogy jónak lenni jó. Igen. Köszönöm, hogy itt voltál. És mert adni jó. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, az ifjabb Ocskai Gábor alapítványról beszélgettünk Ocskai Zsuzsannával. Kérem, ne feledjék, ahogy elhangzott, támogassák ezt az alapítványt, a Facebook oldal nyitott, önök pedig kellően rátermettek ahhoz, hogy ezt kihasználják és küldjék el a névre szóló ajándékokat. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!